Isti... Damn, son! Isti store a leírásban. Május 15 és június 4-e között bármilyen McDonald's-os termék vásárlása esetén kaptok egy kódot a nyugtán, de ez tényleg lehet akár egy kóla is, például én most csak egy kólát vettem és mégis volt rajta a kód, menü bármi. Ezt a kódot, hogyha megfelelő weboldalra felírjátok, illetve beírjátok, regisztráljátok, azonnal kiderül, nyertetek-e vagy nem. 3 hét alatt 3000 darab e-fotos jegyet lehet nyerni. Július 13-án Patrikkal délután lesz nekünk egy ilyen közönség találkozónk ott, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Azért is lesz baromi fun ez a dolog, mert egy lesz egy tök jó videónk az egészből. Még sose voltunk fesztiválon, én legalábbis biztos nem, Patrikra is úgy tudom, hogy még nem volt fesztiválon. Nagyon komoly fellépők lesznek, amiket viszont sajnos nekem puskáznom kell, megmondom nektek tök őszintén gyerekek, mert nem tudom megegyezni. Hurts! Ugye Sean Paul, Tiny Tempa, Borgor és Halott Pénz. De egyébként az összes részlet a weboldalon, amit leírásban lerakok biztonság kedvéért, megtaláljátok. Na, sziasztok gyerekek! Vezetős vlog újra! Vissza került hozzám a gépjármű. Motorfelújítás történt gyerekek, végre megtörtént. Ugye volt egyszer egy ilyen vlog, ahol mentem a szervízbe. Ugye ez ott a szervízmenet című költemény, úgymond. És jó, hogy az a madár, te szent szar. Ezek olyan szarok ilyenkor. És igen, záróvonalon, de nem akarok a buszába beragadni. Olyan rövidre hagyják néha egyébként ezt a szaggatott vonalas részt, hogy gyakorlatilag, tehát Budapesten jegyez meg. Tehát oké, hogy Kresszben megvan, meg úgy vizsgázol, hogy záróvonalon nem mész, sokszor muszáj, kénytelen leszel, mert olyan rövid, hogy mire felfognád, hogy ki kell menned az adott sávból, addigra már záróvonal van. És egyébként az is csak egy vonal, megjegyzem. De mindegy, hagyjuk, nem megyek bele, nem fogok itt senkit triggerelni. Erről is lesz szó egyébként. Szóval visszajött az autó, ugye az első alkalom, amikor... Na, az Audi is. Ha bemegyek eléd, bátyja, akkor leszarom, tehát, hogy... Az első alkalom, amikor én a szervizbe vittem a kocsit, akkor az úgy nézett ki, hogy nem vállalt, de nem tudták elvállalni, mert tele voltak, és vissza kellett menni az autóért, és akkor nekint nálam lett. Úgyhogy az végül nem a hivatalos otthagyás volt, 2,5 hét volt maga a munka, úgyhogy most már megvan. Nagyon szépen jár, nagyon fresh. Még ilyen bejáratú úton vagyok, tehát 1000 km után megyek vissza, egy olajcsere lesz benne, és utána fasza lesz minden, vagy hogy megyek ilyen Szabadság híd, az Erzsébet híden. Jó, van, alakul az, figyelj, tehát teljesen jó, Erzsébet híden fogok menni. Nagyon sok helyre megyünk gyerekek, tehát Feparecbe, van egy ilyen asztal, amit el kell vinnem ott átadni valakinek, ugyanott a Feparecnél, az ott nem pont nagy hátul mögöttem van, vagy lehet, hogy látszik, nem tudom. Illetve vannak itt még ilyen PET palackok is, azokat is beviszem. Nagyon sok minden van, nagyon sok minden van. Azon kívül lehet, hogy bemegyek még a Star Networkhöz is, hogy átvegyem ezt a YouTube díjat, mert azóta sem vettem még át, ez előbb ott van náluk. És azon kívül még van egy-két dolog, rendeltem rádiófejegységet, hát az autóba egy 2 dínes méretűt. Lehet, hogy azt is át kéne venni, még nem kaptam e-mailt, hogy átvehetem le. Ilyenkor azon reménykedek, hogy ami alatt én járom a várost, és megkapom az e-mailt, hogy jó, most már jöhetsz te paraszt, és akkor elmegyek én, mint a paraszt. Na de gyerekek, témák! Most vannak témák, nagyon sok minden történt abban az időben, hogy legutóbbi vezetős vlog volt. Volt múlt hét hétfőn, az pont mához volt egy hete. Ja, igen. Akkor indult az érettségi írásbeli az irodalommal. Én úgy gondoltam, hogy erre apropóra csinálok egy videót, egy Mr. Basta szövegelemzés videót. És gondolhattam volna egyébként, hogy ez egy borzasztó megosztó videó lesz. Nem gondoltam egyébként, tehát amikor én megcsinálom, az a baj, hogy sokszor van egy olyan dolog, olyan projekt, vagy valamiféle videó, amit megcsinálsz, és nem igazán gondolsz abba bele, hogy mások máshogy fogják azt értelmezni, pedig egyébként bele kéne, főleg ennyi vloggerkedés után. Mondjuk én abból sosem csináltam megosztó tartalmakat, úgyhogy ebben én azt mondom, hogy új vagyok, de nekem ez úgy fura volt. És én ezt így teljesen vicces, szórakoztató videónak szántam, gyakorlatilag a magyar oktatást, magyar irodalom oktatást, nem azt, hogy egy kicsit kifigurázván, illetve ugye Mr. Bastát is picikét kifigurázván csinálni egy olyan videót, amiben arról van szó, ugye, hogy mi mindent bele lehet beszélni egy ilyen vers szöveg, vagy dalszöveg, vagy bármibe, ami ilyen költeményben. Nem azt mondom, hogy az összes verselemzés egyébként az egy ilyen belemagyarázás, mert nagyon sokszor azért, tehát alá van támasztva, lehet, hogy erre gondolt a költő, stb. De sokszor voltunk mi olyan szituációban, hogy hát azért nem tudom, tehát hogy mit tudom, hogy fekete függöny előttem, hogy hát itt már érezte a halálát, kész. Tehát ott már halálám volt, annyi. Viszont a hófötte
fejtetőmön, az meg már úgy persze, hogy tudod, hogy igen, az őszhaja, hogy öregszik, tököm tudja, tehát hogy vannak azért olyan dolgok, amiben hogy tényleg jó, legit, hogy belelátod, rendben. De az, hogy fekete függöny lebegett az ablakomban, jó, persze, tehát mindenbe bele lehet magyarázni mindent, erről van itt szó, tényleg. És ebbe az versenyző zsidóba is belemagyaráztam sok mindent. Nyilvánvalóan nagyon sokan triggerelődtek ettől a dolgot, tehát felhúzták magukat rajta. Illetve mindenféle sztorit mögé alakítottak, olyanokat olvastam, hogy ez valami elképesztő, de tényleg, tehát nagyon durva. Az a baj, igen, ott csesztem el gyakorlatilag a dolgot, hogy megint nem írtam ki oda a videó elejére, vagy legalább a leírásba bárhova, hogy ez szórakoztató célokból, viccből készül, és állásfoglalás, illetve, hogy mondjam, valós kritika nincs benne megfogalmazva. Tehát nekem a Mr. Basztával semmi bajom sincsen, én teljesen semlegesen állok hozzá, a zenéhez is. Én ezt már elmondtam egy vezetős logba, hogy én nem hallgatom a zenét. Ugyanakkor én Mr. Basztára sem mondtam soha azt az életemben, hogy nagyon szeretem, azt sem mondtam rá soha, hogy egy idióta állat, mert nem ismerem Mr. Bastát. Pont, kész. Nekem a zenéi nem tetszenek, nem nekem szólnak. Értitek? Nem nekem szólnak. És hogy igazából persze, hogy miért pont róla csináltam, nyilvánvalóan azért, mert azért az ő szövegeit azért egy groteszk szituációba bele lehet így tenni. Ugye egy groteszk szituációt lehet kialakítani abból, hogy az ő szövegét elemzik az érettségim. És szerintem ez tök jó. És az, hogy tényleg odaállsz, és akkor profin próbálsz elemezni, és hogy akkor miket látsz bele, meg hogy mi... És egyébként annyira jól összeillettek a dolgok. Tehát, hogy nyilvánvalóan egyébként választottam volna Mutatom a Falkot című számot is, hogy akkor azt elemzem ki, ugye nyilván az egy hírhet zene, abban vannak sorok, amiket a nagy haterek folyamatosan mantráznak, hogy hát ez nem szöveg, stb. De nem azt választottam, hanem inkább ezt választottam, ez azt hiszem, hogy a Csináljuk a Cirkusz című szám volt, nem vagyok benne biztos, valami ilyesmi. Az ilyen RTM All Stars egyébként, mi a franc van itt ebben a városban már megint. És ahogy nézegettem, utána kerestem dolgoknak, volt ott benne, tehát állatok voltak felsorolva, de tényleg, tehát ki volt, medve, kecske, stb. Illetve volt ugye egy Ludas Matyi utalás is, vagy idézet, vagy hát meg volt említve Ludas Matyi benne, mondom, jó, akkor Fazekas Mihály, akkor megnézzük Fazekas Mihály miket csinált, hogy van, mint van, és akkor ott olvastam, hogy állatorvos volt az apja, meg valami csontkovács, vagy mi, vagy valami ilyesmi. És így mondom, wow, mondom, milyen sztorit lehet emögé köríteni, és gyakorlatilag ez tök jól rámutatott, ez az egész videó már arra, amit ez kiváltott sok emberbe, tehát hogy ők is már sztorit kerítettek az egész köré. De ilyeneket olvastam például, tehát Patrikot is belerántották sokan egyébként, na rengetegen, hogy én őt én irigylem, hogy ő rapper a Moneymakerbe, és hogy én megirigyeltem, és így akarom felhívni magamra a figyelmet, mert hogy én is rap szerető vagyok, és szeretnék rappelni. Most gyerekek, azt, hogy valaki rap szerető, az nem azt jelenti, hogy rappelni szeretne. Nyilvánvalóan egyébként bennem is előfordult, vagy felöltött már sokszor az életemben, hogy de jó lenne basszus így rappelni, meg de jó lenne ilyen szövegeket tudni írni, meg de jó lenne így tolni. De egyszer nem fekszek rá, nincsenek olyan sztoriaim, amiket én meg tudnék rappelni, nincsenek olyan üzeneteim, amiket így bele tudnék írni ilyen rapbe. Meg hát ritmusérzékem sincsen, ha szerintem hangom sincs hozzá, volt már egyszer egy Hot 16-em, az olyan is volt. Félherével is lenyomom az 50 szentest, szenteste, szentséges Isten, Twisted Sister, ha we're not gonna take it, nem lettem Big Bang és nem is lettem Take It. Tehát hogy így, én nekem ez nem, tehát ez nem, na, erről van szó, hogy gyerekek egyébként ebben a pillanatban, hogy én nagyon jól tudom, hogy nem az én utam a rappelés. Tehát én tudtam, hogy nem, egyszerűen nem, az nem nekem való. Nézzünk más dolgot. Ugyanez van sokszor YouTube-on is, hogy annyian YouTuberkednek, vagy YouTube videókat csinálnak, hogy így nem érzik sokan, hogy ez nem nekik való. Mint az ilyen, mit tudom, hogy csillagszörtik, meg ilyen helyek, hogy elmennek énekelni, hogy ki mondta neked, hogy jól tudsz énekelni. Hát amit tudom én, a kis Pisti, a kis Jóska, az apukám, az anyukám, de amúgy haver, ez borzasztó. Tehát, hogy ezt így vedd már figyelembe, hogy egyszerűen szörnyű, ahogy énekelsz. Sokan egyszerűen nem veszik észre. És ez itt a nagy probléma, gyerekek, ebből adódik ez a dolog, hogy egyszerűen azt hiszem észre, hogy emberek csak végletekben képesek jelen pillanatban sajnos gondolkozni. Nem mindenki, akinek inge ne vegye magára. De tényleg. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy mondjuk a Scarcity zenéit mondjuk úgy kedvelem, meg hallgatom, akkor jön már az ellenpélda esetleg, hogy és akkor miért utálod az RTM-et? Tehát ez a kettő nem jár egy kézben. Tehát, hogy én azt mondom, hogy mondjuk, tehát tényleg bármi, hogy én azt mondom, hogy hát én a Coca-Colát szeretem, akkor ez nem azt jelenti, hogy a Pepsit rühellem.
fordítva igaz. Tehát, hogy ezek ilyen végletekbe gondolkodások, és nem látják azt, és van olyan ember, aki mondjuk így mondjuk azt mondja, hogy jó, én azt mondom, hogy RTM, hát figyelj, nem nekem szól a zene, én pártatlan vagyok, én nem azt, hogy pártatlan vagyok, de én nem írok oda, én nem fogok szólogatni, meg mit tudom én, és nem fogok beszólni. És az a videó sem volt beszólás egyébként. Szóval aki tényleg ez besértődött rajta, és aki ezért leiratkozott, mert hogy annyira kőkeményen sértve érzi magát egy ilyen apró valami kis vicces videón, mert ez tényleg egy ilyen apró szatíra volt, eltúlzott volt, persze volt benne minimális gúny is, de én azt hiszem, hogy te rólam is csináltak már videót, mindegy, ugorjunk erről a témáról. Azon kívül mi volt még? Igen, Szefinél, képzeljétek el, Szefi rám írt, ugye a Kornis Szefi, nem tudom, hogy ez most így a teljes neve, így a beceneve, vagy fantasy neve, vagy nem tudom. Rám írt azzal kapcsolatban, egy csomó dologgal kapcsolatban, hogy dumálgattunk, meg is lepődtem még ki, mert nagyon keveset beszéltünk még régen is, tehát nem igazán vagyunk szerintem, nem azt mondom, egy hullám hosszon, de valahogy teljesen más a stílusunk is, valahogy nem annyira haverkodtunk, de egyébként ez a YouTube sem arról szól, most mindenkivel haverkodj minden áron. Tehát most van, akinek nem olyan a stílus, ami neked, fogod, aztán köszönsz neki, hogyha találkoztok, meg ugye elkidumálgatok pár szót, de ennyi. És nem kétszínűség, egyszerűen csak annyi, hogy jó, hát tudjátok mindketten, hogy valahogy nem egy a stílusotok, aztán annyi. Kész, nem kell mindenkivel most panoskodni. És dumálgattunk, és utána Csine kirakott egy videót, ugye ő az, aki Amerikába költözött, és ilyen 2013-4 környékén, amikor én kezdtem a videózást, akkor ő nagyon nagy toppon, tehát ő nagyon toppon volt a YouTube-on, borzasztó erősen. Tényleg durván, emlékszem, hogy elmentem egy olyan playtre, még a Millenárison volt, ha minden igaz, igen, hogy kettő darab ember ismert fel azon a playtem, és attól már majd összeszarta magam, megjelent a Szefi, és a tömeg az itt körbevette, és kész, és az egy tömeg volt kb. Ő volt az egyetlen ember, aki ekkora tömeget össze tudott rántani. És volt egy olyan plét, azt hiszem ez volt az, amikor ő elment Mondokonra, mert egy napon volt a kettő, Mondokonra és plétre is, és amikor plétre átment, akkor ott így durván körbevették. És ugye ő most kiment Amerikába, és ő úgy érzi most, hogy a videóból kiderül, hogy hát így eléggé eltávolodott így a magyar community-től, meg inkább a nézőktől, meg hogy nem hívják semmiféle versenyre, eventekre, stb. És igazából egy ilyen videót tett ki tényleg arról, azzal kapcsolatban, hogy nem érti, hogy miért nem nézik meg annyian a videó, hogy amennyien vannak mondjuk a feliratkozó szám között, tehát amennyien feliratkoztak, nem azért kérdeztem, hogy ami 145 ezer valami ilyesmi feliratkozó szám van, nem vagyok benne biztos. És valamiért ezt nem valamiért, de ő ezt, jaj, nem ügyek, várjál, már nem ügyek jobbra. Ő ezt nem igazán tudja így eltenni sehova, viszont ő mondja, hogy vannak ugye neki, vannak ilyen misztikus videói, ő ebbe nagy guru egyébként az ilyen szellemes témákba, démonos témákba, sátánista, stb. Ilyen dolgokba, meg úgy szereti is ezeket a témákat. És azt néztem én is, hogy igen, azokat, ahogy ő is mondja, azokat rendesen megnézik. Tehát, hogy van egy ilyen videója, azt mondom, ami furcsa, vagy különleges 911-es hívások, segélyhívások, rendesen feladatozva van, nem tudom milyen hosszú a videó, tényleg ilyen, nem néztem még meg, de meg akarom nézni, és valami 130-40 ezeres nézettség volt egy hónap alatt, körülbelül kettő hónap alatt, nem akkor most valami ilyesmi, nem, tök mindegy. Tehát rövidebb idő alatt, nem arra van szó, hogy két éve van fönt a videó, és akkor 150 ezer megtekintés, hanem úgy jön egy-két hónap alatt, azért ez nagyon jó. És mondja, hogy nem érti, hogy ezeket a sima videóit, amikor csak leül, beszél, meg a gameplay-eket, meg itt tudom én, miért nem nézik. Szefi, tehát magad magyarázod meg a videóban azt, azért nem, mert ebből már nagyon sok van. Tehát, hogy egyszerűen sajnos valahogy, tehát el kell fogadni azt a tényt, hogy amikor Szefi volt a toppon, akkor, tehát 13-14-ben, akkor gyakorlatilag volt 3-4 ilyen húzó ember, nagy ember a nézettségek terén, úristen, száll ez a fos, baszki, olyan alegesőkre, nem igaz? És annyi volt, és persze volt nézettség, meg minden, de egyszerűen sajnos haladni kell azzal, vagy föl kell fogni azt a tényt, meg haladni kell azzal a gondolattal, hogy most már nagyon sok ember csinál videókat a YouTube-ra, nem az, tehát higult a youtuberkedés, abszolút, tehát youtuberek világa, nagyon sok van, nagyon sok kínálat van, ergo még jobban, ez a verseny, egyébként ez egyszerű gazdasági verseny, hogyha több részvevő van a versenyben, akkor egyszerűen foggal, körömmel küzdened kell azon, hogy maradj releváns, és ki tudj tűnni a tömegből valamilyen szinten. És a Szefi is egyébként érzi meg úgy látja, de valamiért mégis azt látom ebben a videóban, hogy
hogy egyébként nem kért meg, hogy én videót csinálják erről, semmiféle ilyesmiről nincs. Szóval nem kell belekölteni semmit, én gondoltam úgy, csak nem is mondtam neki, hogy fogok erről videót csinálni, vagy meg fogom menteni. És azt látom benne, hogy ő ezt nehezebben akar, ezt nem akarja elfogadni. Hogy egyszerűen azt látja, hogy van 150 ezer ember a csatornáján, és akkor miért nem nézik meg mondjuk a sima vlogot is 150 ezeren? Vagy miért nem nézik meg ezt meg, a gameplayt mondjuk legalább egy olyan, mint 10-20 ezeren, vagy 30 ezeren, vagy valamennyien. Azért, mert te ő maga mondja, hogy gameplayből is annyi van, mint a szemét gameplayerből, rengeteg gameplay tartalom van a neten, a YouTube-on, iszonyatosan sok, és egy sima gameplay-el nagyon nehéz kitűnni. Elképesztő nehéz. Főleg azt, hogyha tényleg így nem azt mondja, és mondja, hogy majd fél, hogy lehet, hogy elfelejtették őt, és Szefin nem felejtettek el, ezt te is mondod, mert mint mondtad te is, azt a 9-11-es videót nagyon sokan megnézték. Nem felejtettek el téged egyáltalán, csak ez a dolog, hogy el kell gondolni, hogy miben tűnök én ki? Csak nem a misztikus témákban, akkor talán megnyomom azt. Érted, miről van szó, Szefi? Tehát, hogy ezt kéne nyomnod neked, mert ebbe vagy jó. Ebbe vagy jó az ilyen misztikus dolgokban. Tudom, mondtad is azt is, hogy van egy most egy projekt, gondolom az ugyan egy ilyen misztikus témában egy ilyen projekted, ami többi időt veszel, meg stb. De én simán kitalálnék egy olyan témát a helyedben, hogy mondjuk mit tudom, ilyen rövidebb videók, amiket gyorsan össze lehet rakni. Nem tudom, hogy mit tudom én, egy gyors sztori, egy gyors ilyen misztikus sztori. Vagy mondjuk esetleg körbe mész ott Amerikában, ott mondjuk nem tudom, hogy csináltál ilyet, nem nagyon nézem a csatornádat, megmondom, magyarokat nem igazán nézek úgy unblock. Most ezt úgy beszélek, mint hogyha megnézni ezt a videót egyébként. De... Tehát, hogy valami ilyen pörgősed is csinálsz, hogy van egy ilyen kitöltő tartalom, amiket gyorsan meg tudsz csinálni, és mellette tudsz foglalkozni nagy projekteddel. Tehát valahogyan kicsikét feküdj rá a misztikus témára, mert abban teljesen, tehát nem tudom, hogy teljesen, de nagyon, nagyon monopól helyzetbe tudnál kerülni jelen pillanatban, mert nagyon kevesen csinálják ezt. A vlogokat meg azokat is csináld meg, persze nyugodtan csinálj vlogokat is, de ne számíts rájuk, hogy azokat sokan meg fogják nézni. Azokat tényleg csak egy ilyen, nem azt mondja, kitöltő tartalom, de azokat is csak úgy csináljad, de ne az ilyen a fő szempontod. Most tudom, ezt úgy mondom, hogy nagyon értenék hozzá, meg mint hogy én most toppon lennék, nem erről van szó, de csak jó tanács igazából neki, és ezt vettem észre, amikor néztem a videóit, hogy most teljesen ki van, nem az, hogy teljesen ki van, de azért látszik rajta, hogy nem annyira örül ennek a szituációnak. Nem tudom, úgyhogy a legjobbakat neked, Szefi, tényleg. Ja. Gyerekek, éles saroknál vagyok, Kőbánya, megint mondom, Budapest égköve. Gyönyörű, gyönyörű környék. Ja. Hogyha tetszett ez a videó, gyerekek, ne felejtsetek el egy lájkot nyomni rá. Ebből is tudom, hogy legyen még vezetős vlog. Illetve ilyen témás, kifejtős vezetős vlogot fogok mostanatok ezzel csinálni. Tehát mindig lesz valami apropója, valami témája, meg se köszönt egyébként, ha megköszönte, akkor elnézést. Tehát mindig lesz valami téma, előre, nem azt, hogy előre meg lesz, de előre ezt ki kell gondolni, hogy miről fogok beszélni, mert sok vezetős dologban visszanézve azon kaptam magam, hogy csak megyek és beszélek gyakorlatilag a semmiről, és így, wow! Tehát, hogy azért mondom, hogy ez most egy elég tartalmas kis vezetős vlog lett szerintem, lett egy csomó dologról, csomó komolyabb témáról is beszélve. Ha tetszett ez a formátum, nyomjatok tényleg egy lájkot rá, kommenteljetek, és lesz vezetős vlog mindenféleképpen. Gyere csak, bátya, gyere nyugodtan, gyere, fú, bazd meg. Legyen további gyönyörű napotok, gyerekek, szervusztok!